Sziasztok! Ismét régi szett, ismét használt szett! Ennyiből vajon kitaláljátok, hogy mi ez? Nem hinném, ezért segítek. Ez az 1989-es Mobile TV-stúdió. Ezt a szettet is ismerősöm hozta Belgiumból, és ez a 6661-es Mobile TV stúdió, vagy TV kis teherautó, úgyhogy ezt fogjuk ma megnézni. Már amikor kibontottam, és megnéztem, hogy minden darabja megvan-e, észrevettem, hogy printelt elemek vannak, tehát gyönyörű szép printelt TV felirat, meg van egy kettesünk is printelve, de hát nekem ez nagyon tetszik. Ugye matricával nem is tudná megoldani a Lego, hogy ennyire a szélére, legalábbis még nem látta ilyet, viszont ez a printelt TV elem, ez az autónak az oldala lesz, ez nekem már most tetszik. De nézzük meg az összerakási útmutatóját. Ugye ki volt lukasztva, Belgiumba így tárolta az, az úr, vettük a szetteket. Amúgy nem rossz dolog, bár így gondolom veszít az értékéből, meg nem is lehet, hogy ez nem lapozgatós, nem lehet. Én máshogy tárolom. Viszont mi, mi van ebben a szedben? Ebben a szedben van egy tévés autónk, és egy kameránk, egy kezelővel. 80-as évek, tehát elég egyszerű, nem feltétlenül néz ki jól. Bár aki megnézte ugye az önjáró darus, a mobil darus videómat, ott dicsértem, hogy milyen jól néz ki, mennyire kivehető a darus kocsi, Azért itt is kivehető valamennyire a mikrobusz, ennél azért jobban is ki lehetne dolgozni. Nézzük meg az összerakásit. Ugye itt nincs időhúzás, egyből az építéssel kezd, ugye a figura, utána a kamera, és utána magának a tévés kocsinak az összerakása, és a hátán semmi hirdetés, semmi sallang, ténylegesen csak az összerakás. Ugye ez a régi Lego Legoland sorozatban volt. De nem is húzom tovább az időt, összerakom, megnézzük, hogy milyen. Ezzel a szettel, és ezzel vagyok eddig a legelégedetlenebb, nem a szettből kiindulva, hanem én se figyeltem oda, amikor átvettem, és most találtam kettő hibát is. Az egyik, hát ez az elemez csak nem tört még el, meg van hajolva, úgyhogy nem áll meg rendesen a kamera. Jó, filléreselem, semmi probléma, majd kicserélem, csak így az összerakáskor furcsa volt. A másik pedig igazából nem is olyan vészes, 8-as helyett 10 alsó feketét kaptam, így ugye most így ugye most kilóg az autó háta, ezt is majd lecserélem. De eddig ezzel volt a legtöbb probléma, azokhoz képest, amiket ugyanattól rendeltem. Összerakva nem néz ki amúgy olyan rosszul, mint magán az összerakásin tűn. A minifigura ez a sima régi Lego figura, a mosolygó sarccal kapott egy kék sapkát és egy egyszerű printelt felsőt. Ugye a kamerám már mondtam, hogy van a kettes száma printelve van, ez is egy igazából egyszerű építés. Nézzük meg magát az autót, amiben ugye van játékfunkció, a tetején forog a, a műhold adó. Tehát ki tudjuk nyitni a tetejét, bele tud ülni a minifigura, és igen, vannak ajtók, tehát be tud szállni a minifigura, ez már pozitívum. És ugye van még az, hogy a hátánál is föl lehet nyitni, és ami még itt extra, kukkancsunk csak be. Bizonyám, itt is kapunk egy printelt elemet, ugye ez a felfüggesztett kijelző, amin vissza tudja nézni, hogy éppen mi is történik. Úgyhogy tele vagyunk printelt elemekkel, nulla matrica, ma már szinte elképzelhetetlen, de összességében nekem tetszik a szett, nem egy nehéz építés, nem egy nagy szett, kis szett, de ez szintén az, hogy a Lego történelem része, és éppen ezért aki szereti a retrót, annak mindenféleképpen tetszhet ez a szett, aki pedig csak szereti a city dolgokat, és még annyira nem is szereti a retrót, az is örömét lelheti egy ilyenbe. Én mondtam már, a régi szettekből is jól tudnak mutatni a városba, ugye ez, hogy keskenyebbek, előfordul, de pár évvel ezelőtt is volt még olyan szett, amit vettem, és négyes autó volt benne, nem hatos, ezt nem lehet felrúni a legónak. Méretéhez és korához képest az ára szerintem reális, 3000 forint környékén mozog, így használtam. Ennyit bőven megér egy CET, ennyiért nagyon legót már amúgy sem lehet venni, és természetesen, aki kedvet kap, az megépítheti modernebb változatban is ezt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le semmilyen legó tartalomról. Ha pedig szeretnétek támogatni, akkor nyomjatok egy lájkot a videóra, Többet jelent, mint gondolnátok! Sziasztok!